Sziasztok, kedves gitárosok! Szeretettel meginvitálok most titeket egy kis irányított blues improvizációra. Mielőtt belekezdünk, csak egy kis gyors figyelemfelkeltés. A leírásban megtaláljátok az oktatóanyagaimat, nyugodtan válogassatok, van bluesba is és mindenféle stílusba találtok nagyon szuper oktatóanyagokat. Szóval, vissza a témához. A blues ugye alapvetően egy 12 ütemes forma, három akkordból áll, most A-ba leszünk, lesz egy A, egy D, meg egy I. Itt látni fogjátok a blues körnek a felépítését, és ebbe az irányított improvizációba azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan lehet szépen ízlésesen keverni a dur pentatont, vagy dur blues skálát, és a mol pentatont, mol blues skálát. Mikor melyiket érdemes játszani? Alapvetően, hogyha megnézzük, először megmutatom mindkettőt, ha van, aki ezt már tudja, akkor áttekerheti. Az A blues skála, mol blues skála. Tehát ezt fogjuk használni, mikor azt mondom, hogy mol blues. És nagyon egyszerű megtalálni A-ba a dur blues skálát. Annyi történik, hogy ezt a formát letoljuk egy kis terccel, másfél hanggal ide a második bundba. Ez egyébként egy fis mol blues skála lesz, de voilà, hogyha innen kezdem a kicsiről, ami ugyanúgy ugye A hang, akkor megkapok egy A dur blues skálát. Szóval itt lesz az alaphangom a durban, meg itt. Három alaphangot tudunk találni, ez nagyon fontos lesz, mert ezeken próbálunk majd megállni. Tehát ezt a két skálát fogjuk használni az improvizációhoz. Mol blues és dur blues. Na már most mikor melyiket kell játszani? Alapvetően van egy olyan kis szabályunk, nem kőbevésett szabály, de tök jól szól, hogyha mikor az első fok van, vagyis az A akkord szól, akkor a durt játszom inkább rá. És mikor a negyedik jön, vagyis a D akkordom, akkor pedig inkább az A blues skálát, mol blues skálát játszom rám. Tehát ez lesz az irányelvünk. Ugye látjátok is a blues körnek a felépítését a képen. Arra fogunk figyelni, az első ütem dur, a második mol, utána megint két ütem dur, tehát ez az első négy ütem. Következő négy ütembe visszatérünk molra, ugye két ütem D van, utána vissza durra. Ez lesz a hetedik, nyolcadik ütem. És utána pedig az utolsó négy ütembe, mikor E, D, A, E van, ugye ez itt a turnaroundunk is a végén, akkor pedig végig molt fogunk játszani, de itt igazából lehet kevergetni is majd nyugodtan. Jó? Tehát erre próbáljatok figyelni, hogy amikor A van, akkor dur, amikor D, akkor mol. Kezdjünk is neki. Tehát kezdjük az improvizációt, egy kört én fogok játszani, utána pedig egy kört te játszol, és így felváltva. Mehet.
dur. Mol. Dur. Mol. Vissza dó. Most mol. Vissza dó. Mol. More.
Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ezen a közös kis gyakorláson. Kérd meg a kommentbe, hogyha tetszett, és szeretnél még ilyet akár más stílusba is. Ha bármi kérdésed van, akkor is nyugodtan tedd fel a kommentbe. Ha tetszett a videó, köszi, ha dobsz egy lájkot is, feliratkozol a csatornámra. És még egyszer, oktatóanyagok kedvezményesen lent a leírásba. Köszi, hogy itt voltál, jó gyakorlást!